Augusztus 20-án rekkenő hőségben rendezték meg a harmadik Baksa Kupa Rallycross versenyt. A maroknyi 1 km hosszú pályán közel 20 autó állt rajthoz. A por és a kánikula próbára tett autóst és nézőt egyaránt, ám a kordonon kívülállókat kárpótolta az a sok látvány, amit a bátor versenyzők produkáltak. Rajthoz álltak itt a Rally Sprint bajnokságban szereplő autók, de megjelentek olyan négykerekűek is, amelyeket a bontókapujából sikerült még megmenteni. A verseny könnyedebb szellemben zajlott. A nevezési díj befizetése után bárki elindulhatott, csak a biztonsági öv használatát írták elő a rendezők. A próbálkozóknak két edzéskör után 3 mért futamot kellett teljesíteniük, amelyet leggyorsabban a lancsával induló Dávid Árpád nyert meg. A szervezők Reich Imre és Kovács Ákos elmondták, a 20-ai versenyt ízelítőnek szánták, és idén még terveznek egy hasonló, szintén családias hangulatú találkozót. Céljuk, hogy a megméretetés inkább fesztivál jellegű legyen, és a küzdelemben ne a pénz domináljon. A Pécs TV legközelebb az augusztus 30-ai komlói gyorsulási versenyről tudósít.